Köszöntöm az Esti Mérleg nézőit. Ezen a héten az október 13-ai önkormányzati választáshoz kapcsolódóan a polgármesterjelölteket ismerhetik meg. Mai vendégem Juhász László, a Válasz Független Civilek Fehérvárért Egyesület polgármesterjelöltje. Köszöntöm a stúdióban. Sok szeretettel köszöntöm én is a nézőket. Ugye a Válasz polgármesterjelöltje, az első kérdésem ahhoz kapcsolódik, hogy miért is méretteti meg magát. 2002 óta, tehát 17 éve vagyunk már jelen a fehérvári közéletben, abból 13 éve önkormányzati képviselő lehetek, és hát látom a városnak a pozitív irányú fejlődéseit is, de természetesen vannak nekünk más gondolatunk, hogy szerintünk melyik területekre kéne majd hangsúlyosabban odafigyelni, és ezért az önálló gondolatunkat meg szeretnénk mutatni a kampányba, és természetesen szeretnénk a város életébe hosszú távon is meghatározó tényezők lenni. Ugye civilek, civil vagy civil egyesület jelöltje, tehát nem párté, ez miért fontos? Ugye az a tendencia, hogy a nagyvárosokban, hogy általában a nagy pártok képviselői vannak jelen a közgyűlésekben. Egy picit talán kuriózum Székesfehérvár abban a tekintetben, és a mi helyzetünk is, hogy a 46 legnagyobb magyarországi településnek a kevés részében van már bent civil jelölt, és azt gondolom pedig nagyon fontos, hiszen mi csak helyiek vagyunk, mindenféle párt befolyástól és anyagi befolyástól mentesek vagyunk, ezzel egy kicsit már a független szóra is ráutalok, mert szokták sokszor kérdezni, vagy mondani, kritikaként mondani, nincs olyan, hogy független, tisztelettel jelentem, hogy van, élő példák vagyunk rá, hiszen hogyha 17 éve nem lennénk egyenesek ezen az úton, akkor azt gondolom nem lennék már itt, és nem tudnénk miről beszélgetni, tehát a hitelességünk a 17 év miatt megvan. És a független szó az viszont nem azt jelenti, hogy te nem működsz együtt bizonyos politikai erőkkel, pártokkal, hanem a mi esetünkben például azt fogja jelenteni, hogy magánjogi, polgárjogi szerződés keretében mi visszaívhatóak leszünk, ez egy újdonság lesz, mind a 14 jelöltünk, a választók akaratának az 50%-a plusz egy szavazatával visszaívhat minket, amennyiben megválasztásra kerülünk, abba az esetben, ha mi esetleg hátat fordítanánk a programunknak, ami persze nem következne be, de ezt a biztosítékot is pluszba megadjuk a szavazóinknak. Ugye azért önkormányzati képviselőként már ismerhetjük, már jó ideje ebben van a közgyűlés tagjaként, de aktív közösségi életet is szervez, rendez egészen pontosan, mik is ezek? Nagyon szépen köszönöm a kérdést, hiszen erre amúgy nem tértem volna szerintem rá, hiszen most polgármesterként egy közösséget, a Válasz csapatát képviselem, de ha már a kérdést megkaptam, akkor illik, hogy válaszoljak rá. Igen, hát talán nagyon sokan a Videoton iránti rajongásomból is ismerhetnek engem, hiszen már több mint 20 évvel ezelőtt a Videoton csapatának, a szurkolóinak szerveztem szurkolóankétokat, esteket, utazásokat, majd ez tovább fejlődött, és lassan már másfél évtizede átalakult egy kicsit sportszakosztályát, most közel 200 gyerek sportla Videoton baráti kör egyesületbe, illetve van 8 rendesen képzett edzőnk, és a Videoton hírnevét így is népszerűsítjük. Jelenleg egy picit olyan hazátlanok vagyunk, de tesszük a dolgunkat, és bízunk abban, hogy egyszer majd nekünk is lesz egy otthonunk. Illetve hát másik fontos tényező az életemben szerintem a határon túli magyarságnak a sorsa, és ennek kapcsán szerettem volna azt, hogy Székesfehérváron is minél több emberhez jusson el annak a híre, minél több ember ismerje meg azt, hogy miért fontosak nekünk a határon túli magyarok, és ennek apropóján 4 éve ezelőtt megalapítottam a fehérvári Székelybált. Talán az elmúlt időszakból ezek a legfontosabb dolgok, amik a nevemhez köthetők, de természetesen a civil területen, mint korábban 8 év civil tanácsnok is voltak a nevemhez köthető eredmények. Igen, ezért is kérdeztem meg egyébként, hogy annyira fontos a civilek vagy a civil szervezetek ön számára ezekben is, amikben tevékenykedik. Ugye a programot, ahogy olvastam, abban is nagyon fontos és hangsúlyos szerepet kapnak a civil szervezetek, támogatása a civil szervezetek. Igen, hát egyértelműen azt gondolom, hogy a társadalom alappillére a család. Tehát a legkisebb közösség az a család. Aztán a következő közösség, ugye lehet sok kis mikroközösség, lehet egy sportegyesület, lehet egy civil egyesület, lehet a munkahelyünk, a munkatársai gárda, és nagyon sok apró közösség. És azt gondolom, hogy egy város is annál színesebb, annál életőbb, annál lüktetőbb, hogy ha minél több ilyen önszervező közösség van, és amit ők csinálnak, azt teljes hittel teszik, ezzel gazdagodik Székesfehérvár kulturális és egyéb értéke is, és ezért én nagyon-nagyon kiemelt területnek tekintem azt, hogy a kis szabadidő sportegyesületeket és a civil egyesületeket is támogassuk. Erre a Válasznak konkrét elképzelése is van. A költségvetési számok tükrébe, ugye hát 13 éve ismerem ezt a városi költségvetést, azt gondolom, hogy van arra tartalékunk, van arra forrásunk, hogy mind a sport és szabadidős egyesületek, mind a civil egyesületeknek a közgyűlési támogatását megduplázzuk a következő ciklusban. Én most egyet mondtam, ez a civilek, ami fontos része azt gondolom a programnak, de hogyha a programnak a többi
elemeit vagy részeit nézzük, akkor mik azok, amik még hangsúlyosak? A Mafehérvárjának talán az egyik legnagyobb problémája az a közlekedés. Ugye nagyon nagy ütembe fejlődött Székesfehérvár, és ez egyrészt örömteli is, mert örülünk neki, másrésztről viszont az egyfőre jutó autók számába igencsak élen járunk ugye Magyarországon, és ez rengeteg problémát okoz, akár egészségügy tekintetében is, hiszen az a károsanyag kibocsátás sem pici, amit kapunk az autóktól, másrészt pedig ugye a dugók most már Székesfehérvárt is elég erősen elérték, bizonyos időszakokban szinte rosszabb a helyzet, mint Budapesten. A válasznak egyértelmű válasza van erre a probléma megoldásra, ami mindenképp egy sokrétű történet, és egy nagyon-nagyon hosszú időt kell, hogy felülje, hiszen először is a fejekben kell majd egy kis átalakulást tennünk, és az nem megy egyik napról a másikra. Másik oldalról pedig természetesen figyelnünk kell a kerékpáros közlekedésre, a gyalogos közlekedésre, és úgy az autós közlekedést összehangolva a tömegközlekedésre. Tehát ez egy nagyon összetett, komplex kérdés, ami nálunk egyelőre egyértelműen elmondható és publikus, hogy konkrét elképzelésünk van arra, hogy Székesfehérvár bevezető útjain P+R parkolókat kell létesíteni, és onnét pedig minimum a csúcsidőben negyed óránként kell, hogy tömegközlekedéssel elérhető legyen Székesfehérvár belváros és központja. Ez egy pici apró lépés, ezzel nem egy pillanat alatt, nem egy-két hónap alatt, talán nem is egy-két év alatt, de hosszú távon, ha csak egy pici számot mondok, játszunk a számokkal, ha 6 nagy bevezető út mellett ezt megcsináljuk Fehérváron, és csak idővel 500 autót rá tudunk majd bírni arra, hogy ott letegyék az autókat, és ingyenesen parkolhatnak, az 3000 gépjármű. 3000. Annyi már nem jön be Székesfehérvárra. Aztán van egy második pillére, amikor a Székesfehérvár belvárosi gyűrűben is ugyanezt a P+R parkolóhálózatot meg kell csinálni. Ennek vannak egyértelmű gócpontja, amik elkerülhetetlenek. Egy ugye épülni is fog most már nem sokára, ami nem tudjuk elég lesz létszámában a buszpályadvar mellett, de ott is még van gondolatunk egy újszerű megoldásra, illetve a vasútállomásnál is gondolkodunk ebbe, és a Skála parkolónál is. És a Skála parkoló esetében majd egy kicsit a zöld területről, amikor beszélünk itt, majd itt térek vissza még egy gondolatára erre a parkolóra, és a kerékpárutak fejlesztése a másik, ami nagyon-nagyon fontos. Itt is ugyanaz, amit az előbb elmondtam, igaz. Egyik napról a másikra nem tudunk eredményt elérni. Ha megfelelő kerékpáros infrastruktúra lesz Székesfehérváron, ha biztonságban érzik magukat a kerékpárosok, megfelelő kerékpártámaszok lesznek, megfelelő őrzött kerékpártárolókkal, akkor eljuthatunk odáig, hogy egyre többen fogják a kerékpárt használni. És akkor van a harmadik pillére, ugye az első volt a parkolók, a második a kerékpár, a harmadik pedig a tömegközlekedés. A tömegközlekedést részben már érintettem is. Azt gondolom, hogy alapjövőre kéne újra szervezni a fehérvári tömegközlekedést. Hogy mennyire nem könnyű feladat, az mutatja azt is, hogy miután én képviselő vagyok, már háromszor volt előttem nagyívű terv, szóval volt, amit már meg is szavaztunk, és még mindig semmi nem történt. Tehát nagyon kényes kérdés, de az alappillére nálam azt gondolom annak kell lennie, hogy a főidőkben egész egyszerűen a főútvonalakon 15 percenként minimum, tehát az a minimum, járjanak, de akár még sűrűbben is a buszok. Illetve a külvárosi részekben is van egy érdekesség, hogyha vannak a fő közlekedési útvonalak, és gondoltok akár mondjuk a Maroshegynek a Maroshegyre és a Balatoni útra, vagy az Alsóvárosba az Osentő vezető útra, vagy a Budai útra ugye az Öreghegyen, akkor én azt gondolom, hogy újszerű megoldásokat itt is kell behúzni, hiszen a belső utcákba nem tudod bevinni a nagy buszokat, és nem, talán még a lakók se örülnének annyira. Annak örülnének, ha bemenne a busz, annak már annyira nem, hogyha előttük dübörögnének a buszok. Én azt gondolom, a mai világban kell újszerűnek, kell merni új dolgokat behozni, és itt a mikrobusz vagy a midibusz jelleggel gondolnám, ami csak az adott városrészen belül közlekedne egy körgyűrűbe, és az ráhordaná a fő közlekedési útvonalra az utasokat, és így meg lehetne oldani a sűrűséget. És hogy ugye az észszerűsége megvan, az azt is mondhatja, hogy egy ilyen mikrobusz, az tized annyiba kerül, mint egy nagy busz. Az üzemeltetés a fenntartása is jóval kevesebbe. Egy valami, ami állandó mind a két típus esetében, az a sofőrbére. Igen, és mondta egyébként a zöld területet, amire szintén egyébként akartam kérdezni, hiszen olvastam a programban, hogy itt a zöld területek arányát szeretnék növelni, ezt egészen pontosan hogy képzeli ön el? Beszűkülő a városunk egyre jobban sajnos, és nagyon fontos lenne, hogy a levegő minőségünk ne romoljon tovább, és a válasz csapata az átlag életkorát tekintve, egy 39 év az átlag életkorunk, és azt gondolom, hogy nagyon hosszú távra tervezünk, és a lokálpatrióta civil szó is azt gondolom ezt akarhatja a nevünkbe, hogy nem már holnapra, hanem hosszú évtizedekre szeretnénk ebbe a városba a gyerekeink és az unokáinknak az életére is figyelni, ezért azt gondoljuk, hogy a lehető legtöbb területen
felejtsük már el a betont és a térkövet. Tehát először is akármilyen fejlesztés van, zöld fejlesztésbe gondolkodjunk. A másik, egyre jobban elfogynak a zöld területek, vagy azok a területek, ahol fákat lehet ültetni, hiszen rengeteg közműfút Székesfehérvár alatt, a földfelszín alatt, ezért bár látszólag az átlagembernek úgy tűnik, hogy ott is van hely, ott is van hely, ott is van hely, de a valóságban sajnos nem így van, és ezért újszerű megoldásokba gondolkozunk ki ebben is. Az egyik például az, hogy Székesfehérváron ugye a jó kis szocializmus örökségéből ránk maradt az, hogy lapos tetős iskoláink és ódáink, vagy orvosrendelünk vannak, amik nem kis felületet ölelnek magukba, első lépésként az önkormányzat magán mutasson úgymond példát, és zöld tető, zöld fal programmal abba gondolkozunk, hogy ezeket a felületeket bezöldesítjük. Aztán második lépcsőbe jöhetnek majd a társasházak, illetve ezzel párhuzamosan lehet gondolkozni azokba a cégekbe, akiknek gondolok itt akár élmiszerüzleteknek, akiknek hatalmas lapos tetejük van szintén, akik esetleg egy társadalmi ráutalás jegyében figyelnének arra, és a saját tetejüket is így megcsinálnak, tehát és az a falra is ugyanez a gondolat igaz. Az iskolai tornatermi programot és egy kicsit hát tovább szeretnék fejleszteni, ezzel kapcsolatban milyen elképzelések vannak? Igen, hát Székesfehérvár a sportvárosa. Ugye ezt szinte senkinek nem kell bemutatnom. Szerencsére nagyon sok jól működő kis és amatőr és profi egyesülete is van Székesfehérvárnak, viszont egész egyszerűen kaotikus állapotok uralkodnak abban, hogyha ma egy csapat, egy baráti társaság vagy egy sportegyesület tornatermet akarna bérelni, egész egyszerűen nincsen szabad kapacitás, főleg ha kisgyermekekre gondolunk, akiknek gyakorlatilag a 12-3 éves korig azt kell, hogy mondjam, hogy egyetlen intervallum van, ami használhat az iskolidőn túl, az a 17 és a 19 óra között, hiszen a kisgyereknek később már otthon kell lenni, előtte pedig még ott van az iskolában négyig, de ezen kívül a felnőttek se tudnak termet bérelni. Sajnos rengeteg iskolánknak, mind általános, mind középiskola nem megfelelő méretű a tornaterme, vagy nem megfelelő most már a minősége. Ezért a válasznak egyértelmű 10 éves programja lesz arra, hogy ahol kell felújítsunk, ahol pedig szükséges, nagyobbat építsünk, tehát egy tornaterem felújítási programot szeretnénk a következő 10 évben végrehajtani. Ehhez kapcsolatban milyen tervek vannak még? Az előbb a zöld területnél jártunk, talán egy picit oda visszakanyarodnék, hiszen az elmúlt időszakban a környezetvédelmi tanácsokként szerencsére büszke lehetek arra, azt gondolom, és az összes képviselőtársam arra, hogy megszavazhattuk közösen azt a rengeteg zöld fejlesztést, ami történt Fehérváron. De itt az újszerűség tekintetében egy konkrét példát mondhatok, Skála parkoló. Skála parkot vigyük le a föld alá, és ott is legyen egy zöld park. Hát gondoljunk bele, mekkora terület lenne ott. Óriási terület azért. Tehát ott, ha le lehet menni a föld alá parkolással, és egy zöld park lehet, hát a környező házakból, akik jönnek a belvárosba, mivel találkoznak rögtön? És sokkal több levegőt adunk a városnak. Úgyhogy, és még lesz egy-két ilyen újszerűnek mondott zöld területi gondolatunk. És mert sajnos csak egy rövid válaszra van, vagy hát válaszra van időnk. A turisztikai fejlesztést is olvastam a programban, hogy Székesfehérvár hát látogatottságát picit növeljék. Erre milyen elképzelések vannak, milyen tervek? Nagyon jó irányba haladt Székesfehérvár az elmúlt években ebbe. Én egy nagyon röviden azt tudnám mondani, mert órákig tudnék erről beszélni, hogy Székesfehérvár királyok városa, Szent István városa. A mi történelmi örökségünket, mint a szellemi, mint az épített, egyrészt meg kell őriznünk, ami pedig már hiányzik, azt fel kell építenünk. Itt a Nemzeti Emlékhelyre gondolok, a Koronadál templomra. Tehát akkor ehhez kapcsolódóan vannak olyan elképzelések, hogy mit lehetne tenni, szebbé tenni, jobbá tenni a nemzeti emlékhelyet, vagy milyen elképzeléseket? A koronázó templomnak az új építése legkésőbb 2038-ra. Ó, hát azért az nem kis terv, azt gondolom egyébként. Hát, mint mondottam, nem csak 5 évben gondolkozunk egy választási ciklusban, hanem tényleg hosszú távon. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt, és megismerhették a nézők a programját, azt, hogy polgármester jelöltként a választ hogyan képviselni. Köszönöm, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen. És köszönöm az önök figyelmét is az Esti Mérlegben Juhász Lászlót, a Válasz Független Civilek Fehérvárért Egyesület polgármester jelöltjét ismerhették meg egy kicsit jobban. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!